Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok, és most újra az elmúlt időszak androidos híreivel jelentkeztem számotokra. Nézzük őket! A múltkori videómban említettem, hogy a WhatsApp mostantól teljesen ingyenes, egy év után ugye nem kell $1 fizetnetek a további használatért, és most Mark Zuckerberg bejelentette, hogy a felhasználói bázisa a WhatsAppnak immár elérte a több mint az 1 milliárdos számot. Úristen, nagyon durva! És a Google-nak is vannak örömködni, hisz a Gmail-lel ők is átlépték az 1 milliárdos álomhatárt, ez tekintetve, hogy majdnem minden androidos okos eszközön előre van telepítve, meg a Playerhouse például kötelező a használata, nem is annyira meglepő, de van egy-két ország, ahol tiltva vannak ugye a Google alkalmazások, úgyhogy meglepő is, meg nem is, de durva szám. És ha már ennyire löpködnek itt a milliárdok, valaki engem is megdobhatna 1 milliárddal. Forintba. Az Antutu felfedte a Snapdragon 820-szal szerelt Galaxy S7-nek a tesztpontszámát, ez több mint 125 ezer lett. Wow, ez tök durva, habár én olvastam a kommenteket, hogy van akinek ugye a tavalyi HTC csúcsmodell, az M9, például ilyen 110 ezer körüli pontot mutat ér el az Antutu, és ahhoz képest nem egy nagy erőrelépés az S7, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a való életbe, de nekem például az S5, az 49.269 pontot gurított most, ehhez képest hatalmas erőre lépés lesz, ugye? Majd meglátjuk tényleg, hogy milyen lesz, és nektek amúgy mennyi az Antutu pontotok, mit gurít a teleútok tabletetek, ha gondoljátok, írjátok le kommentbe. És még mindig maradjunk a Samsungnál, az S6 és az S6 Edge délkorában már megkapta a 6.01-es marshmallow frissítést, ez még csak egy ilyen kis beta teszt frissítés lényegében, még valószínűleg sok bugot tartalmaz, de hamarosan már tényleg itt kiadják Európában, Magyarországon is. És hogy mit tartalmaz ez a frissítés? Többek között új ikonokat, sőt a kamerában most már tudunk rá formátumon menteni képeket, ez az utómunkáknál nagyon hasznos, és még manuál zárjelőt is tudunk például állítani, de szerintem a legjobb, hogy az alkalmazás engedélyeket teljesen most már így át lehet variálni, ugye ez a marshmallow-ban jött. És nem hiszitek el, de még mindig Samsung hírrel jövök, hisz mint tudjátok, az S6 és az S6 Edge már teljesen elavult készülék, mert már ide jön ugye az S7, minek vegyetek S6-ot, mi? Vegyetek meg a legújabbat. De ugye a legfontosabb, ugye, hogy február 21-én lesz az új Unpacked 2016 a Samsungtól, amelynek keretében bemutatják az S7-et, S7 Edge-et, amelyek úgy néznek ki tényleg, hogy az S7 az 5,1-szoros lesz QHD-val, az S7 Edge pedig 5,5 QHD-val, valószínűleg 4 GB RAM-ot kapnak, és 3000 mAh lesz például a sima S7-nek, az 5.1-esnek az aksia, ami valószínűleg nagyon jó akkumulátoridőt fog eredményezni. És az LG sem ül a babérjain, hiszen ők is február 21-én fogják bemutatni az új csúcskészülőket, az LG G5-öt. Úgyhogy csúcskészülékek! Fight. Rengeteg billentyűzet program létezik Androidra, nem vagyunk ugye a gyári billentyűzetre utalva, mindenki bárki szabadon letölthet bármilyet, ami tetszik neki a Play járóházból, és ugye az egyik legnépszerűbb a SwiftKey, ami különböző témákat, gesztusvezéréseket, ilyeneket tud csinálni. Ez nagyon az egyik legjobb billentyűzet, és a Microsoft képzeteket felvásárolta, és itt is milliárdos összegről beszélünk, de nem egy-kettő, hanem 71 milliárd forinton megfelelő összegért vásárolták meg ezt a billentyűzet programot, hogy azt a mindenit, ez tök durva tényleg, és de ne aggódjatok, mert ugyanúgy elérhető a Play áruházból, sőt, semmilyen változás nem fog valószínűleg történni. A Spotify az egyik leghíresebb zenestreamelő szolgáltatás, ennek a segítségével rengeteg albumhoz, zenéhez férhetünk hozzá, ingyenesen is, vagy akár ugye prémium tagsággal előfizetve, és a jövőben már videókat is tudunk nézni a Spotify-on kereszt, és olyan tartalomgyártók álltak a Spotify mögé, mint például a BBC, NBC vagy a Comedy Central. Különböző csomagok szerint lesznek ezek a videók elérhetőek, például olyan lesz, hogy a hét hírei, vagy nevetésre ébredve, milyen csomagok lesznek, meg figyeli valahogy így a zenehallgatási szokásainkat, az alapján ajánlott majd ilyen videókat, ilyen érdekes lesz az egész. Ez már Amerikában, Németországban és Svédországban már elérhető,
Magyarországra még kérdéses, hogy mikor fog ez a szolgáltatás megérkezni. Ti amúgy szoktatok ilyen zene streamelő szolgáltatást használni, esetleg valamikre erről vagytok fizetve? Én személy szerint nem használok egyet se, a YouTube-ot használom, hogyha zenét akarok hallgatni, vagy ilyen online rádiókat, de ha van véleményetek róla, azt írjátok le kommentbe. És ennyi is lenne ez a kis hírösszefoglaló videóm, remélem találtatok benne egy-két érdekességet, esetleg felelevenítettétek az elmúlt időszak valamelyik hírét, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. Legközelebb majd egy alkalmazás vagy egy játék videóval fogok készülni nektek, már megvan, hogy melyik lesz amúgy, de nyugodtan ugye írhattuk tippeket, hogy melyikről látnátok szívesen videót. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!